Köszöntöm a kedves nézőket, péntek 13-a van, gondolom, hogy önök ezt tudják, hiszen ma tulajdonképpen egész nap, aki babonás, az biztos nagyon figyelt arra, hogy vajon nem történik-e valami szörnyűség, hová lép, nyere esetleg a lottón, vagy kitölte egy bizonyos lottószelvény, tehát ez egy különleges nap. Mi igyekeztünk ezt a mai műsort is különlegessé tenni. A naphoz kapcsolódó babonákról Pál Istvánnal fogunk beszélgetni, bemutatjuk majd a 2018-as tavaszi nyári cipő és táskatrendeket, és beszélgetünk a Krúdi Festről. És ezen kívül nagyon finom vegán ételeket fogunk készíteni, úgyhogy érdemes lesz ma is velük tartani. A Weekend zenei aláfestéséről pedig az Artézis Trió gondoskodik, úgyhogy ismerjük meg őket először. Jó estét kívánok! Hát az együttes ugye trió, de most itt még csak ketten vagytok, viszont hamarosan fel is léptek majd itt a Weekend színpadán, és akkor már mind hárman. Hát ez egy ilyen mélyről jövő gondolat volt annak idején ez a zenekar alapítás, mert hogy itt az Artézisre gondolok, vagy egyáltalán kinek volt az ötlete, hogy megalapítsátok a csapatot? A dolog úgy alakult, hogy játszottunk mi korábban egy másik formációban, az Zömmel feldolgozásokat játszó zenekar volt, jazz rock tulajdonképpen a műfaj, és annak egy bizonyos szakaszába derült az ki, hogy Laci, aki zongorázott a zenekarban, ír zenéket, és a mostani hármunk volt az a csapat, aki úgy gondolt, hogy inkább ezt kellene csinálni, mint másoknak a számait, kompozícióit játszani, akár feldolgozva, akár egy-egybe, hiszen ez eredeti zene, és mind a hármunk, mi ketten ezt szerettük, amit Laci mutatott, hogy hogyan szólnak ezek a dolgok, és akkor átalasztjuk, hogy inkább legyünk egy trió, ami ezzel az egy zenével foglalkozik. Ez tényleg igaz, gyakorlatilag ami nem népzenei eredetű, olyat nem is játszunk, ami másnak a kompozícióra feldolgozást, hanem nincs is olyan. Tehát ez csak gyakorlatilag teljes egészében egy saját zenés produkció. Mennyi ideig kellett tulajdonképpen titkolnod, hogy neked ilyen fajta ambícióid vannak, vagy tudták már a csapattársak, hogy komponálsz? Hát én nem titkoltam, én akkor is csináltam a saját számaimat, mindig improvizáltam, úgyhogy voltak ötletek, mert már kidolgozott dolgok, és akkor a próbák előtt, amikor még nem jött össze a teljes zenekar, mi Petivel már próbálgattuk ezeket a témákat, és klasszul működött. Azért ez egy nagy felelősség, amikor egy zenekar tulajdonképpen ugye a te általad komponált művek játszására adja a fejét, mert hát azért itt illik ugye utána mindig jó irányba dolgozni és olyan zenéket komponálni, amelyek valóban tetszenek a közönségnek, és ti azért közönség elé is álltok, amikor csak lehet. Hát persze. Hát mondjuk általában egy óra vagy másfél órás koncerteket szoktunk játszani, az tényleg sok idő, tehát azért ott, még hogyha hosszan is improvizálunk, mondjuk egy szám vagy 10 perc, mindenki játszik sokat, meg közös játékok is vannak, akkor is azért a fő témákat, meg esetleg egy-két ilyen melléktémát meg kell írni, de ezek működnek, úgyhogy és a közönség is általában. Tehát pozitív a visszajelzés. És veletek együtt tud haladni, vagy áramlani tulajdonképpen a zenével. Egy kicsit mutassátok be akkor a tagokat, hogy kinek milyen zenei múltja van, vagy egyáltalán hogyan kezdtetek el zenélni. Ilyen hát de nem vagyunk hivatásosak egyikünk se. Mindenkinek van rendes, idézőjében rendes polgári foglalkozása. Igen, ugye Laci könyvtáros, ha mondhatom így. Tibi mérnök, basszusgitáros, aki játszik a zenekarban, ő mérnök, én ügyvéd vagyok, tehát mindenki dolgozik. De én azt gondolom, hogy az viszonylag sok energiát azért teszünk ebbe a zenekar. Tehát nem, olyan értelemben nem hobbi zenekar ez a havonta egyszer, hanem viszonylag... Ez mit jelent ez a sok energia? Hát ugye egyrészt van egy komponálás, amit Laci megcsinál, elindul egy... Aztán van egy második szakasz, amikor ritmikailag igazítunk, részeket illesztünk, esetleg hangszerelési kérdések, az egy közös munka, és utána persze az, hogy ez menjen is, egy gyakorlás. Ami persze nem csak munka, hanem ez, tehát nyilván ez egyfajta szórakozás, hogy akármennyire is éppen csak gyakorlunk, nincs mire készülni adott esetben, de azért próbáljunk, és akkor megy közben a játék. Lehet azt mondani, hogy örömzene, ugye? Vagy a személyiségeteknek a kiteljesedése, vagy koronája, vagy nem tudom, hogy hova teszitek ezt önmagatokba, hogy ez valami különleges, amit többek lesztek, vagy ettől lesztek tulajdonképpen
egészek, tehát hogy ez egy kevesebbek lennétek nélküle, vagy nem is tudom, hogy... Hát biztos, hogy szegényebb lenne. Legalábbis én a saját nevemben azt mondtam, hogy szegényebb lenne az élete, ha nem lenne ez a zenekar, hiszen hát szóval ez egy kihívás egyrészt. Van egy zene, amit ér az ember, ha belül, hogy ez hogyan szólna minél jobban, akkor megpróbálja ezt eljátszani, és hát több-kevesebb sikerrel valamilyen minőségbe sikerül, de mindig ott marad az, hogy kellene új, másképpen, és hát persze, mivel nem olyan kivatásosak, az életünket kitölti munka, család, egyebek, jó részt, nyilván nem napi sok órás gyakorlása áll mögött, mint ahogy adott esetben az ideális lenne. De a értéke az egésznek, vagy legalábbis én értékezzenének tartom saját főből, szerintem tényleg ami hatás hallható rajta, szerintem jó értelembe vett hatás, tehát nem érzek másolást, hanem befolyásokat, hatásokat lehet szerintem kimutatni, és ezt meg kell csinálni, mert különben ezt senki nem fogja megcsinálni, szerintem. Ugye ez az a fajta zene, ahol itt nem lehet eljátszani azt, hogy zenéltek, tehát itt nincs playback, itt élő zene van, improvizációs lehetőségek, tehát itt ott kell lenni, és bizony a másfél óra az, amikor színpadon vagytok, az egy komoly másfél óra. A technika persze azért itt is számít, tehát úgy gondolom, hogy azért egyre jobb hangszerek vannak, tehát mennyire érzitek annak a igényét, vagy esetleg vágyát, hogy ebben esetleg folyamatosan fejlődjetek, egyre jobb hangszerekkel, jobb hangosítással álljatok színpadra? Fontos ez? Persze, ez fontos. Hát különben, hogyha ilyen kisebb klubkoncert van, akkor nekünk van egy saját cuccunk, ami elég jó, meg minőségi, és hangerőben is ezeket a kis tereket be tudja erősíteni. Amikor meg valami esetleg nagyobb fesztiválon játszottunk, vagy nagyobb rendezvényen, itt a városi rendezvényeken is játszottunk már jó néhányszor, akkor meg nagyon komoly erősítő cuccok állnak rendelkezésünkre, amivel úgyse tudnánk versenyezni, azt mi nem tudjuk megvásárolni. Hangszerek tekintetében meg hát igen, mindig veszünk nemrég vettem is egy jobb digitális zongorát, a dobnál is mindig van egy kicsi. De nem, ez nem központi kérdés, ez nem különben. Van, tehát ez egy natur hangzású zene, igazából az elektronikának és a technikának én szerintem kicsi a jelentősége. Tehát nem. Tudjátok-e már, hogy itt most 2018-ban milyen felkéréseitek vannak? Már csak arra vagyok kíváncsi, hogy legközelebb tényleg élőben mikor láthat titeket a közönség? Hát nem panaszkodhatunk arra, hogy a impresszáriók elhamoznak, mint zaklatnak a telefonhívásaikra. Hát ha most. Nem panaszkodhatunk, de az évi néhány fellépés azért a Debrecenben vagy Nyíregyházában azért összejön, megszerveződik. Könyvnapok, hát ugye videófesztiválon, ahol tényleg a város szinte minden zenésze játszik egyszer-kétszer, ezek azért megvannak. Persze keressük azért a lehetőséget, hogy hol lehet fellépni. Még magunk is próbálunk szervezni, hát van is, ami folyamatban elakadt, meglátjuk. Viszonylag kevés az olyan hely, Nyíregyházán legalábbis, ahol egy élő zenés, tehát egy olyan produkciót, egy olyan zenét el lehet idézőjelbe adni, képzelni, ami nem elsődlegesen szórakoztató zene. Legközelebb április 30-án lesz a Jazz világnapja, és ezt Magyarországon is néhány éve rendszeresen megünneplik, természetesen koncertekkel, vagy ilyen kisebb, nagyobb fesztiválokkal, és most azt szeretnénk, hogy Nyíregyházán is még keresünk helyet, hogy egy ilyen 2-3 zenekarral tudnánk megünnepelni ezt a napot, és ezzel bekapcsolódnánk ebbe az országos programba is. Na, hát reméljük, hogy, hát, reméljük, hogy valaki rácoppan itt erre a, hát a mondatra. Aki haja, adja át. Mi pedig hamarosan halljuk, akkor az Artézist itt zenéltek. Mit hoztatok, milyen nótákat idézőjelbe fogunk hallani? Hát 2 vagy 3 saját kompozíció lesz, hát egy rondó nevezetű, egy dudanóta és egy paradicsommadár dal, fantázia nevezetű kompozíció, és akkor a jellegzetességeket majd lehet látni, hogy mi erősen kötődünk a magyar meg a keleti népzenékhez, és ezt próbáljuk ötvözni a nyugati akkordokkal és rendszerekkel. Sőt, nem csak látni, hanem hallani is fogjuk ezeket a jellegzetességeket. Hát akkor köszönjük szépen, és április 30-án reméljük, hogy valami helyre, kis klubban hallhatunk titeket, és azokat a zenekarokat, akiket meginvitáltok a Jazz világnapján itt a nyíregyházi fellépésen.
köszönjük. Köszönjük szépen. Péntek 13-a van, ugye valaki ettől nagyon tart, valaki meg úgy gondolja, hogy ez is ugyanolyan nap, mint az év összes többi napja, hát hogy valójában így van-e, illetve hogy milyen néprajzi gyökerei vannak ennek a bizonyos babonás péntek 13-ának, azt Pár István úrtól kérdezzük, aki néprajzkutató, etnográfus, tehát mindent tud, amit erről a történetről tudni kell, vagy tudni érdemes. Úgyhogy kezdjük akkor talán ott, hogy mikortól is számít ez a péntek 13-a olyan különleges napnak? Hogy próbáljam kiegészíteni azzal, hogy nem tudok mindent, csak próbálok a tökéletességre törekedni. Tulajdonképpen a pénteknek meg a 13-ának az együttállása az valóban halmozottan hátrányos helyzetbe hozhatja azokat, akik hisznek benne, de több évezred óta hisznek benne, hiszen az ókor óta problémás ez a 13-a meg a pénteki nap. Nem véletlenül alakult ki ennek a kultusza, vagy inkább a félelem ettől, hiszen bibliai gyökerei legélesebben megnyilvánulnak abban, hogy pénteken feszítették keresztre Jézust, 13. vagy 13-an voltak az utolsó vacsoránál, Júdás volt a 13., aki szerencsétlenséget hozott Jézusra. És egyébként is a pénteki kivégzés egészen Európában a 19. századig szokásos volt, ez a hóhérok napjának is tartották ezt a napot, a pénteket, és nem véletlen, hogy ha történelmi gyökereit nézzük ennek, 1307-ben 4. Fülöp ezen a napon végeztette ki a templomos lovagokat. Ez egy nagy befolyású, különösen Nyugat-Európában jellemző, hatalmas birtokokat és politikai befolyás szerzett lovagrend volt, és egyszerűen lefejezte őket, szó szerint értsd ezt az egészet, és ezért nagyon szerencsétlen napnak számított. Lehet, hogy valamelyest tényleg a gonosz erőkkel hozták párhuzamba, vagy lehet, hogy az, aki ezen a napon elhalálozott, az Jézushoz hasonlóan esetleg hamarosan üdvözült is. Ebben nem vagyok annyira biztos, de tulajdonképpen annak, aki ezen a napon pénteken 13-án hal meg, annak mindenképpen szerencsétlen napja volt. Szegény nagyanyám is az egyik ilyenkor pénteken és 13-án halt meg, tehát neki nem hozott szerencsét. Egyébként a 13-as szám azért szerencsétlen, mert a tökéletesség az a 12-es, hiszen 12 hónap van egy évben, 12 óra van egy napban, ezen kívül Jézust is 12 apostol követte, 12 törzse volt a Judea-beli zsidóknak, tehát ami ezen felül plusz egy szám az a 13, az már csak gonosz lehet, az már csak szerencsétlen lehet. Nem véletlenül tartották úgy, hogy az Apollo 13-as űrhajót, hogyha már közeledünk a mai korunkhoz, 13-án 13 órakor a 39-es kilövőállásra akarták felbocsátani, de nem sikerült. Tehát így háromszor 13 is összejött, meg például Amerikában sok helyen nincsen 13. emelet, tehát egyszerűen 12 után 14. jön. Kórházban nincsen 13-as szoba, 12 után 14. jön. Vagy ha beszélünk a híresebb emberekről, Napóleonról vagy Roosevelt elnökről, ők például soha nem ültek le 13 magukkal egy asztalhoz. Rooseveltnél is volt egy olyan titkárnő készenlétben állandóan, hogyha véletlenül 13-an kerültek az asztalhoz Roosevelt mellé, akkor ő neki be kellett ülnie a 13-nak. Napóleonnál meg a 14, ez a 14., ez intézmény volt. Tehát állandóan készenlétben volt valaki, hogyha 13-an jöttek volna össze az asztalnál, akkor őt be lehetett dobni 14-nek. Tehát ennyire mélyen elzárkóztak attól, hogy ez a szám úgy éljen az embereknél. Ha már itt említett, tulajdonképpen ugye ez is egy prevenció. Hát a népi kultúrában is megvannak azok a preventív elemek, hogy hogyan lehet ezt a bajós 13-át valahogy túlélni, átélni. Mik voltak a legérdekesebb, vagy mondjuk a magyar kultúrában a legjelentősebb ilyen megelőző hadműveletek? Igen, ezek babonás napoknak is nevezték, vagy gonosz járó napnak is a pénteket, de ha a 13-ával ütközött, vagy jött össze, akkor meg különösen. Ebben az időszakban, vagy ezen a napon például nem szabadott semmi újat elkezdeni, nem szabadott nagy utazásra elmenni, nem szabadott új épületbe, új házba beköltözni, mert az csak szerencsétlenséget hozott az ember. Nem szabadott például mosni ezen a napon, mert az is szerencsétlenség. Soha, vagy csak 13-án? Csak pénteken. Tehát ez olyan
nagyon gonosz nap volt, hogyha valaki például pénteken, vagy és különösen pénteken 13-án született, akkor annak biztos, hogy rossz vége lett, vagy kerék, vagy akasztás, vagy rúd. Tehát ezek a középkori kivégzési módok, ezek tovább éltek a mai időszakra is, és ha valakit mondjuk előtt egy autó pénteken 13-án, akkor bejött neki a kerék. Tehát... Én azt gondoltam egyébként, hogy valószínűleg a korrupció meleg ágya lehetett a bábák számára, tehát a péntek 13-án született babák azok biztos, hogy nem 13-án, hanem csak hát, 14-én kellett, hogy azok a gyerekek megszülessenek. És például ez ugye ez a pénteki mosás, hát azért ma már ez úgy leáldozóban, ez sok esetben eszébe se jut az embereknek, hogy ez valaha létezett, általában a péntekre gyűlik össze olyan mennyiségű szennyes, még annál is, akinél nem megy a mosógép nap, mint nap, hogy akkor már végre elindítsa. Ellenben mondjuk például húsvétkor, meg karácsonykor tényleg azért nagyon kevés háziasszony kezd el mosni, meg teregetni, mert hát azért az tényleg, bár nem lát bele a szomszédasszony, hogy hol te szárítgatunk, de mégis úgy tartjuk magunkat bizonyos dolgokhoz. Van olyan, ami azért tovább élt, és mind a mai napig fellelhető? Ebben a péntekben és a 13-ában csak mentálisan van jelen. Tehát az emberek hisznek is benne, nem is hisznek benne. Ugyanolyan, mint a fekete macska. Mind szokták mondani, hogy most jobbról jön, vagy balról jön. Ha én mindig megmagyarázom, ha balról jött, akkor hál' Istennek jobb irányba fordult, ha jobbról jött, akkor balra ment, tehát neki már annyi, úgyis. Tehát van, aki autós létére megáll, és megvárja, hogy egy másik autós elsuhanyom mellett, és azt keresztezze a macska útját. Tehát nincs, ennyire szorosan nincsen, de nem véletlenül van pénteken is a lottó húzása, vagy volt pénteken a lottó húzása, most már ugye nem akkor van, mert erre külön piát lehetett építeni, hogy 13-a péntekre esik, akkor az emberek őrült módon elkezdtek lottót vásárolni, mert úgy gondolták, hogy nagyobb szerencséjük lesz, holott ez épp az ellentétje annak, ami a népi hiedelmekben van, hogy szerencsétlenséget hozó nap. Igen, azért még most is vannak ilyen akciók, hogy péntek 13-án így lehet esetleg megkísérteni a sorsot, vagy a szerencsét, és akkor az embernek talán nagyobb szerencséje lesz, de érdekes, hogy így mondta, tehát ugye a mi műsorunk az végül is mindig péntek este kerül képernyőre, hétvégén azért a nézők ismétlésben is láthatják, de én azért nagyon bízom benne, hogy csupa jó dolgot és kellemes dolgot mondunk el, és új információkat is. A babonaság és az a fajta New Age és spirituális virágzás, ami most ugye jellemző a mai kor emberére, között van párhuzam? Vagy hogy érzed? Tehát nyitottabbak, jógázni járnak, esetleg babonásabbak is az emberek? Is. Nem hinném, hogy ennek különösen nagyobb jelentősége lenne, de akiben benne van ez a bensőjében benne van ezektől a babonáktól való félelem, ez az ember most jobban teret kap ahhoz, hogy utána tudjon nézni az interneten ezeknek a babonás szokásoknak, ki tudja jobban teljesíteni, ugyanakkor az ellentetjét is el tudja olvasni ugyanazon az internetes fórumon, hogy miért nem igaz ez, vagy miért csak babona. De hát az ember szereti a misztikumot. Szerette mindig is a misztikumot, akár üldözték, akár támogatták. Most megvan az embernek a szabad választása ahhoz, hogy higgyen benne, vagy ne higgyen benne, de mégis azért úgy motoszkál az emberben péntek. A péntek 13, ez biztos össze szokott jönni, hogy akkor jobban odafigyel az ember, ha csak egy pillanatra is, de mégis azt mondja, hogy ha valami rossz történt vele, akkor lám, péntek és 13-a, ha nem, akkor kész. Nos, kedves Pista, mivel péntek 13-án láttalak, nekem ez a nap szerencsés, mert mindig öröm veled beszélgeti, úgyhogy nagyon szép szerencsés hétvégét kívánunk, és kellemes tavaszt, és tényleg egy szép évet, úgyhogy leüblítjük ezt a sok információt, amit most itt mondtál nekünk az Artézis Trió zenével, utána pedig a legújabb táska, illetve cipőtrendekkel jövünk vissza. Thank you.
Múltkoriban láttam egy nagyon jó, nem graffitit, egy ilyen közösségi oldalon egy vicces szöveget, amely valahogy így hangzott, hogy egyetlen egy félelmem van, hogy halálom után a férjem annyiért adja el a cipőimet és a táskáimat, amennyit bevallottam neki. Hát azt hiszem, hogy ezzel nagyon sok hölgy így van, hogy már a nem tudom, hanyadik táskát nem ismeri elmondani otthon, hogy miért vette, és akkor ilyeneket szoktunk kitalálni, hogy ezt kaptam a barátnőmtől, meg ez neki kicsi volt, és gyakorlatilag a táska és a cipővásárlás az olykor meghaladja a mondjuk a racionális határokat, de hát ez a történet nem is erről szól. Hogy pontosan miről is, azt Szabó Zsolt azt hiszem sokkal jobban tudja, a Mr. and Mrs. tulajdonosa, ugye gyakorlatilag a ti életetek itt a divat körül forog, és mindent megtesztek azért, hogy a legújabb és a legizgalmasabb darabokat hozzátok el a kedves vásárlóitoknak. Egy picit tényleg beszéljünk ennek a lélektani részéről. Lehet ez szerinted egyfajta pótcselekvés, vagy pedig egyszerűen annyira szépek a dolgok, hogy muszáj néha egy új darabot venni, és az embernek megajándékozni magát egy szép cipővel, vagy egy szép táskával? Alapvetően az a tendencia, hogy az emberek azért érzelmi alapon vásárolnak. Tehát ha valami megtetszik, akkor kell, és akkor szeretnének majd belőle egyet magukénak tudni. Ez nincs, ez így van a cipőkkel is, tehát a cipőkkel, vagy akár a táskákkal is. Tehát, hogyha van valami, ami felkelti az érdeklődést, ami megtetszik neki, akkor elcsábulunk. Ezzel a fiúk is így vannak? Vagy inkább ez egy női tulajdonság? Mi a tapasztalatotok? A hölgyek azért jobban. Tehát azért ez még mindig a hölgyek vásárolnak jobban, de alapvetően a férfiak is már tartanak azért. Jó, nem vagyunk még azon a szinten, mint mondjuk az olaszok, tehát egy átlag olasz mondjuk egy évben 17 pár cipőt vásárol magának, és ez a férfiakra is igaz. Tehát a hölgyek azért lehet, hogy ott még 30-40 körül is megvásárolnak, azért Magyarországon ez a szám még kisebb, most itt objektív adatot nem tudok mondani, de azért már mi is közelítünk ilyen szempontból ahhoz, hogy nem egy pár cipőnk legyen egy szezonban, már csak azért is, mert ez a trend azért a metropoliszokból jön, hogy a funkcióján kívül azért már most már a divat szempontját is nézik azért a vásárlók, és a nagyobb városokban az a tendencia, hogy
ha valakinek elegánsan költözni a munkahelyén, de mégis a tömegközlekedéssel jár oda, akkor kell egy kényelmes, amiben tud utazni. Uh-huh. Ezért láthatunk olyan öltönyös urakat, akik sportcipőben vannak és hátizsák van rajtuk, vagy olyan hölgyeket, akin egy sima pamut ruha van, és akkor mégis van rajta egy futócipő, jellegű utcai cipő. Nem azért, mert elfelejtette felvenni a rendes cipőt. És így alapvetően már két pár cipő adott, mert ugye kell egy az elegáns megjelenéséhez, és kell egy a sportos megjelenéséhez. Emiatt a sportcipők sokkal nagyobb teret nyertek, és már most a nagy világmárkák is, akik alapvetően a klasszikus fazonokkal alapozták meg a nevüket, azoknak át kell gondolni a teljes kollekciójukat, hogy a tendencia az afelé megy, hogy a kényelem az a legfőbb szempont, hogy a használhatósága, és a kihasználhatósága konkrétan, tehát hogy mindenhez fel tudják venni. Különös, aki nem vesz sok cipőt egy szezonban, az azt nézi, hogy ezt ehhez tudom felvenni, ezt ahhoz, ezt ehhez is fel tudom venni, és ahhoz is fel tudom venni. Úgyhogy tehát ezek a nagy világmárkák elmentek felé a sportos vonal felé, úgyhogy megőrizzék a sajátosságukat. Gondolok itt például a Christian Louboutinra, aminek az a védjegye, hogy piros a talpa, és ott bele van írva a neve, és ezt a sneakerekben is megvalósította meg a sportos fazonokban, hogy ugye megmaradt a sajátosság, amellett piros lett a talpa, de mégis utcaért, és már nem csak a tűsarkó az, amivel megismerhettük. Gyakorlatilag kollekciókról van szó, nagyon szép dolgokat hoztál. Ez most gyakorlatilag egy lélektani felvezetője volt majd a folytatásnak, hiszen a híradó után majd egy picit részletesebben is megnézzük, hogy mit is jelent az, hogyha valaki egyrészt trendi akar lenni, másrészt egy kollekció birtokosa, vagy akár csak egy-egy szeletét szeretné magáinak tudni a 2018-as cipő és táskatrendek közül, úgyhogy maradjanak velünk, hamarosan jövünk vissza.